Bocsi a zavarásért, de szeretnék pár dolgot közölni rólad, amivel lehet, hogy nem vagy tisztában. Először is, kurvára büdös és szőrös vagy. Másodszor, ilyen hanggal nem feltétlenül kéne kihangosítva telefonálnod az utca közepén. Tudod, anno azt hittem, hogy jó lesz az, hogy a Disney felvásárolta a Star Wars-ot, de most, hogy így látlak, az a Chewbacca Mickey egér ötvözet nem volt egy túl okos döntés. És viszont van egy pozitívum benned. Nagyon szép a szemed. Látom, te is nagyra vagy vele, ezért nézed az egyik szemeddel folyton a másikat. Egy átlagos magyar ember nanoszekundumok alatt tudja elítélni a másikat, és egy ehhez hasonló jellegű vélemény nyilvánítani róla. Mindezt azért teszik, hogy pár percre egy hatalmas fölénnyel felsőbbrendűnek érezzék az egyént, de nyelvtanórán meg kellett volna tanulni, hogy a mondatokat kell alárendelni, és nem a személyt. Mindenkinek az értéke ugyanakkora, és tettejüktől, külsejüktől függetlenül ugyanazok, mint te. Gondolom, ez így elsőre durva, nem? Szóval mindig, amikor valakit lenéznél, gondolj át pár dolgot, és a szavaidat nagyon jól fontold, mert elítéled a haverodat azért, mert mindenki szart kiposztol. Honnan tudod, hogy nem csak félreértelmezte az orvosnál a poszttraumát? Elítéled a kéregetőt az aluljáróban. Honnan tudod, hogy nem csak pár száz forint kell neki ahhoz, hogy befejezze a világ első paralelepipedon alapú hadronütköztetőt, amivel megválthatja a világot? Legalábbis nekem azt mondta, hogy erre kell a pénz. Vagy elítéled a szüleidet azért, mert belemennek egy vállóperbe. Lehet, hogy a bíróságon lesz majd pár perverzió, ettől még nem te leszel ott a perverzió. És a macskát sem idióta, amiért lelöki az antikvázát az asztalodról. Honnan tudod, hogy nem csak a newtoni gravitációs elveket teszteltek? Szóval, itt lenne az idő arra, hogy elrakj mindent és picit magadba dőj. Vezess be a social networköt és lép ki a gépből. Nézz körül, vedd észre, mit tehetsz, próbáld meg a gondolatokat elhallgatni, s vedd észre, hogy mindenkiből lehet még valami. Mert az egyedülálló, átműtetett férfiből is lehet még a transz szóló. Az élettelen matematikus volt osztálytársadból is lehet még a legnagyobb MC, mert E egyenlő MC négyzet. A buli kutyának is lehet még szemorvus nélkül teljes a vizuálja. És a dagadt pecskéből is lehet még pingvin. Na jó, az azért talán nem. De jöjj rá, hogy sosem számított az, hogy kit ítélsz meg. Mindig csak az volt a fontos, amit most ítélsz meg. És inkább legyen benned egy kis idióta intellektus, mint hogy nem te legyél egy intellektuális idióta. Mert gondolj bele, hogy az alatt a pár nanoszekundum alatt, amíg ránézel valakire és véleményt alkotsz, mi más tudnál csinálni? Na jó, tudom, kurvára semmit nem lehet az alatt csinálni. De legalább pár ember elméjére most remélem kihatással tudtam lenni, és holnaptól mindenki egy picit máshogyan fog cselekedni. Babra Máté Vaktor!